2022-es csapatra szavazna José Gomez, hogyha választhatna? Van-e bármiféle tudnivaló? Tehát van 3 NB1-es csapat és egy NB2-es, bármi, amit tudnunk kell előtt? Egy nagyon picit pontosítanék, ez itt sokan, jó estét kívánok. Az egyik papíron a Videoton FC neve mellett még a Váci csapat neve is szerepel, mert még a két mérkőzés eredményéről nincsen jogerős határozat, és itt a jogerősen van a hangsúly. Világos. A második, hogy ugyanúgy, mint az előző fordulóban, két mérkőzésen dől el a továbbjutó sorsa, illetve a kupa döntőbe jutó csapatok sorsa. A harmadik, hogy azonos osztályba sorolású csapatok esetén a sorsolásnál előbb kihúzott csapat lesz az első mérkőzés pályaválasztója, különböző osztályba sorolású csapatok esetén pedig az alacsonyabb osztályú csapat az első mérkőzés pályaválasztója. Kérlek. Akkor bele is vágok. Itt tulajdonképpen az első két húzás, aminek jelentősége lesz. És új, egészen új fajta gömbök vannak, amiben jó nehéz kihúzni a csapatot. Na lássuk, nagyon izgulok. Az első a Vasas. És most a mindent eldöntő húzás. Ez a középső legyen. Mi ez a nevetés a nézőtérről? Valaki tudja már? Nem a Videóton. Örül, gyanítom. Na de azért a rendkedvéért ezt a másik kettőt is gyorsan kinyitom. És elsőnek húztam a Vasast, így tehát megoldódik itt a Videóton. Az, hogy hol kezdődik a párharc. És a negyedik. A Győri Eto csapat. Minden rendben volt itt a mi kis kettős kis helyszínünkön a sorsolással. Igen, rendben volt. Köszönöm szépen a segítséget. Köszönjük szépen Király Gábornak, és arra kérem, hogy foglaljon helyet, és töltse el velünk még az adás hátra levő részét. Nézzük akkor tehát a párosítást, rögzítsük, hogy mit ért el Rita aranykeze, bár nem biztos, hogy mindenhol ezt a jelzőt fogják vele kapcsolatban használni. Vasas DVSC Teva és Videóton vagy Vád, de minden bizonyal Videóton a Győri Eto ellen. A mérkőzéseket április 16-án, 17-én és május 7-én, illetve 8-án rendezik a Sport TV-ben és a közvetítéseink folyamán. Ezeket majd nyomon követhetik. És akkor Zsozé